Köszöntök mindenkit a Fehérvár Televízióban, ez a Fehérvári Beszélgetések. Én megmondom őszintén, nagyon szeretem nézegetni a különböző használt autós oldalakat, amikor autókat, járműveket kínálnak megvételre. Ugye gyakorta találkozunk olyan hirdetésekkel, meg nyilván a tévénézők is találkoznak olyan hirdetésekkel, hogy autó 15 éves, például 90 ezer kilométerrel, hőtulajdonostól megkímélt, garázsban tartott, rendszeresen szervizelt, soha nem dohányoztak benne, tényleg csupa jókat írnak róla, és amikor meg megnézzük az autót, akkor nagyot csalódunk, vagy lehet, hogy nem is csalódunk, csak amikor megvettük, azután csalódunk már mondjuk a 10. kilométernél, hogy szétesett az autó konkrétan. Tehát ezért nagyon-nagyon meg kell nézni, hogy milyen autót veszünk meg. Hogyha valaki ért hozzá, nyilván az egy nagyon nagy segítség, de valaki nem, akkor érdemes mindenképpen autószerelőt vagy hozzáértőt vinni magunkkal. A mai napon pont erről beszélgetünk itt a Fehérvári Beszélgetésekben, hogy milyen úton, módon vegyünk használt autót. Vendégem a stúdióban Polgár Tibor, Polgár Tibi autószerelő. Szia, köszöntelek téged is. Szia, üdvözlöm én is a nézőket. Jó téma ez, használt autó vétel, te is gyakorta mésszel, kérnek meg téged is, hogy mennyi, én is kértelek meg már rengetegszer, ugye, hogy vegyünk együtt használt autót, vagy nézd meg nekem. Nyilván nektek sincsen röntgen szemetek, de ez egy csomó mindent ugye meg tudtok állapítani. Azt látom már autókereskedőknél is, hogy azért javult a helyzet, becsületesebbek, de azért van, akit még mindig nem kell félteni, meg ugyanúgy gazdás autót, amikor mondjuk nem kereskedésből vesszük, hanem mondjuk megvesszük egy gazdától. Ők is azért hajlamosak néha-néha csúsztatni, ezért nagyon-nagyon meg kell nézni. Na, mi történik, akkor induljunk az elejétől. Megnéztünk a neten egy autót, tetszik, el kell menni megnézni. Elindultunk. Mit csináljunk? Hát az az igazság, hogy most két példát fogok elmondani. Uh-huh. Egy jót és egy rossz példa. Jó. Kezdjük a rosszal, uh-huh. Essünk rajta túl. Hát nem is olyan régen, még ugye a vírushelyzet tartott, időpontra voltunk egy kereskedéshez, igen, hogy megkértek, hogy menjek el és nézzem meg az autót. Azt el kell mondanom, hogy hát jó 100 kilométerre kellett elutazni az autót megnézni. Ráadásul máshogy nem lehetett elérni ezt a kereskedést csak az M0-áson keresztül, tehát nem volt egyszerű az út. Persze. És na mindegy, odaértünk. Ugye előre már letárgyalták, mert beszéltek a kereskedővel, minden makulátlan az autón, tehát minden rendben lesz, nem lesz vele semmi probléma, úgyhogy jóformán úgy mentem már el, hogy jóformán megvásárolták az autót, de azért nézzem meg. És akkor odaértünk ugye a kereskedéshez, szépen besétálunk, az autó félre volt téve, ugye már tudták az ügyfelek, hogy melyiket szeretnék megvásárolni, úgyhogy célegyenesen mentünk az autóhoz. És akkor én először csak ugye szépen körbejártam az autót, és akkor hát hopp, itt egy karcolás, ott egy karcolás. Közben nem volt bezárva az autó, tehát ki lehetett nyitni már akkor az ajtót, ugye a kereskedés udvarában volt, és például a bal hátsó ajtónál volt egy elég rendes sérülés, tehát ott valami komolyabb dolgot viettek vele. A makulátlan autón. Igen, a makulátlan autón. És jó, hát ebben még bele is törődtek volna a vevők, és akkor előjött a kereskedő. Na most azt el kell mondanom, hogy azt hiszem, hogy hárman dolgoztak ebbe a kereskedésbe, tehát mindig egy másik emberkével beszélgettünk. És akkor eljön az egyik, és akkor kérdezem tőle, hogy hát szeretném a szervizkönyvet elkérni az autónak, mivel azt mondták, hogy ez ugye itt lett forgalomba helyezve Magyarországon, akkor elvileg kell lenni szervizkönyvének, és akkor nézzük meg a szervizkönyvet, hogy hogyan van vezetve. Hát valójában a szervizkönyve nincs meg az autónak, pedig tényleg itt lett Magyarországon forgalomba helyezve, tehát az itteni szalomból vásárolta az akkori tulajdonos. De nincs meg a szervizkönyve, de ők fognak nekem nyomtatni le egy ilyen szervizjegyzéket, amit ugye igen, cseréltek az autón. Jó, ki is nyomtatták, odahozták, és akkor mondom, hogy 160 körül volt kilométerbe az autóba, és az értéke az pedig 3.400.000 forintra volt kitéve. Uh-huh. És mondom, akkor végignézem a listát, jó, ott volt féktárcsacsere hegyekbe cserélve, fékbetétcsere hegyekbe cserélve, sűrűen olajcserélem, mondom, jó, hát ez így nem tudom a kilométernek függően, nagyon sokat ment akkor Budapesten, tehát ez igen, nagyon sokat kellett fékezni, tehát igen, ezek kicsit nekem gyanús volt. Persze. És akkor mondom, kérdezem, hogy ez itt rendben van, de hát már vezérműszíjat is kellett volna cserélni az autón. Hát az még nem lett cserélve, tehát kell egy komplett szerviz az autóra, tehát vezérlés, olajcsere, összes szűrő. Jó, ezt tudjuk nagyon jó, hogyha valaki vásárol egy autót, és tényleg nem tudják biztosra bizonyítani, akkor ezt érdemes elvégezni. De ennél az autónál egyébként ez nem lett volna olcsó mutatvány. Tehát én azt mondom, hogy alapból ez a történet még egy százas. Mm, és akkor igen, még alap. Igen. Akkor ugye ez májusban volt, és nézem a kerekeket, teljesen jó állapotú, de téli gumik voltak rajta. És akkor kérdezem a kereskedőt, hogy esetleg nyári szett nincs-e az autóhoz. Hát ők azt nem kaptak hozzá. Mm.
Úgyhogy ez sem volt meg. Na jó, hát akkor azért menjünk vele egy próbakört. Igen. Annyiból korrektek voltak, mert hozták a próbarendszámot, feltettük, és akkor mentünk vele. Azzal úgy nem is volt probléma, de aztán kiderült az, hogy ennek egy alapfelszereltsége lenne például a parkolás segítő rendszer, és az sem volt. Tehát egy tök alapfokozatú volt az autó. És akkor hát mondták a tulajdonosék, hogy hát akkor rendben van. Ugye meg volt a próbakör, visszamentünk, és akkor kérdezte tőlem a tulajdonos, és hát a leendő tulajdonos, igen, hogy mit szólok hozzá. Hát mondom, hogyha ezeket a szervizköltségeket le tudjátok alkudni, akkor elvileg rendben van az, igen, autó, de próbáljátok ezt megoldani. Igen. És akkor hát bementek, és akkor hát hamar gyorsan ki is jöttek ebből a történetből, mert az az igazság, hogy egyből kérte a kereskedő a teljes vételárat. Mm. Tehát ez valójában nem így szokott működni. Persze. Egy bizonyos százalékot elkérnek ugye az áttiráshoz, hogy, igen, azt elrendezik, és akkor utána pedig a többit. Tehát most senki nem olyan, hogy semmi nincs a nevén, és akkor ott hagy mondjuk 3.400.000 forintot. Persze. De itt már szerintem itt már a kereskedő sem nagyon akart eladni az autót, vagy nem tudom, és akkor így ez az üzlet bukott. Tehát ezt csak azért mondtam el példának, hogy nagyon tényleg utána kellene nézni az autónak, meg előtte már a kereskedővel lebeszélni, hogy elvileg mennyi előleget kér abban az esetben, hogyha az üzlet megalakul, tehát akkor, hogy mennyi pénzt kell vinni. Mert így az, hogy egyből 3.400.000 forinttal senki sem biztos, hogy szaladgál az utcán. Úgyhogy... Én is jártam már így egyébként, ez itt Fejérváron történt rengeteg kereskedés. Az egyik kereskedésben kinéztünk egy autót, bele volt egy szervizkönyv. Aztán kiderült, hogy ez nem egy külföldről behozott autó, keresgettem a szervizkönyvet, hát én nem találtam, mondta a srác, az benne van, ott van a szervizkönyv. Hát mondom, akkor nézzük meg együtt, én nem találtam. És akkor van ez a user's guide, ez az autónak a leírása, mi hogy van, én használati utasítás. Az autónak ő azt mondta, ez a szervizkönyv, ez nem szervizkönyv. Szervizkönyv az, ami bele van írva konkrétan, hogy mikor, mi volt javítva. Hát olyan is van, de az kimaradt, most jutott eszébe, az kimaradt Németországba, de itt egy telefonszám, azt felhív, és akkor le is kéri. Persze a telefont senki nem vette fel. Az autóba bele volt írva, illetve a kilométer ólaja 111-2000 kilométert mutatott, de el volt kopva azon minden, tényleg a magnónak, a hifinek a kijelzője, a pedál például, aztán a váltókar, tehát látszott rajta, hogy ebbe több van hangja, is elég furcsa volt, az az autó is ugye ott maradt, tehát tényleg meg kell nézni. Aki szerencsés, ugye szerelőt tud vinni magával, de aki nem például, akkor tényleg az mit tegyen, odaér, mi az, amiket megnézzen kívül, mi az, amit megnézel laikusként belül? Hát valójában ugyanúgy, tehát azért körbe tudja nézni az autót, hogy milyen sérülések vannak rajta, az egy kiindulási pont, az már látszik az, hogy az előző tulajdonos milyen volt. Aztán az utastér mennyire van, ugye a bőrözés, akkor a műszerfal kárpit, akkor az üléskárpitok milyen állapotban vannak. Azt tudom nagyon jó, hogy az szokás, hogy a sebváltó gombot átbőrözik, igen, esetleg, igen, a kormányt, attól függ milyen típus, mert nem mindegyiket lehet egyébként. Persze. Úgyhogy ezeket mindenképpen érdemes felnyitni, a csomagtérajtót megnézni. Általában azért ott van a pótkerék, egyes típusoknál ugye fenéklemezni, de általában, igen, ott van a pótkerék, megnézni, hogy ott nincs esetleg valami sérülés nyoma, vagy pedig látszik az, hogy javították, mert most már azért nagyon szépen tudják ezeket az autókat javítani. Persze. De azért észre lehet venni, hogyha olyan probléma van, hogy esetleg valamelyik másik autó utolérte. Hát fölnyitni a motorháztetőt. A kereskedéseknek a 100%-ában azt mondhatom, hogy gyönyörű, tiszta motortérrel találkozunk, de azért ott is vannak hivalkodó jelek, esetleg egy koszosabb kiegyenlítő tartály, ahol esetleg már volt benne a motor, a hűtőfolyadékban már esetleg motorolaj, tehát ilyenekre már akkor gyanakodhatunk, hogyha esetleg egy kicsit a kiegyenlítő tartály szennyezettebb. Tehát ilyen egyéb dolgokat azért érdemes megnézni, az akkumulátornak az állapotát, hogy az akkumulátor rögzítettsége, kimondottan az, hogy mennyi feszültség, meg mennyi idő még, igen, bír ki, azt nem tudjuk úgysem megállapítani, persze, de azért lehet látni, hogy mennyire volt karban tartva az autó. Hát a szervizkönyv a legjobb, tehát az, igen, az mindenképpen van. Az egy, azt mondom, hogy ha egy autónak megvan a szervizkönyve, akkor az már egy fél siker. Igen, tehát az már jó jel. Már, igen, az egy jó jel. Aztán gumiabroncsok állapota, akkor még a karosszériára visszatérve, hogyha körbejárjuk az autót, megnézzük, hogy körülbelül egyformák-e a hézagok az ajtó és a sárvédők között. Ez, hogy nem volt-e törött, pont ezt akartam, pontosan, hogy tudjuk megalapítani, hogy törött volt. Akkor kinyitjuk az ajtókat, és akkor az ajtóoszlopokat átnézzük, A-oszlop, B-oszlop. Tehát, hogy ott nem látunk sérüléseket vagy javítási nyomokat, mert ezek is árulkodó jelek. Ha valaki tud magával esetleg vinni festék vastagságmérőt, akkor az egy nagy segítség, mert azzal meg lehet állapítani hamar, hogy sérült volt-e az autó. Bár én azzal úgy vagyok, hogy
ugye ezt szoktuk beszélni még a rádióban is, Janó, hogy ha van egy karcolás, valakinek bántja a szemét, meg arról nem beszélve, hogy neki állott rozsdásodni a karosszéria, akkor az ugye le van javítva. Ott már más lesz a festékréteg, de ugye előfordulhat az is, hogy egy másik autó rendesen beletolatott, és az ki lett kalapálva, és le lett gitterre, le lett javítva, és akkor igen, azért van a festék vastagsága más. Úgyhogy ezeket kell megnézni mindenképpen. Hát aztán, amit még nagyon fontos, hogy akkor nézzük át az összes kezelőberendezést, ablakemelő mechanikákat, hogy működik az összes ablak. Aztán ülésfűtés, amelyikben van. Tehát minden, ami elektronika, klíma ezeket mindent végig kell kapcsolgatni, átnézni, hogy ezek működnek-e rajta, aha, mert ezeknek a javítása is nem két forintos dolog. Azt honnan tudjuk egyébként klímára rátérve, azért egy költséges dolog, hogyha tényleg veszünk egy olyan autót, aminek rossz a klímája, mert mondhatják azt is, hogy jó a klíma, csak nincs feltöltve. De honnan tudjuk azt, hogy a klíma valóban működik, csak nincs feltöltve? Hát ez olyan dolog, hogy a klíma nincs feltöltve, akkor miért ment el belőle a gáz? Uh-huh. Tehát hogyha nincs benne gáz, akkor ott valami problémának kellett lenni. Uh-huh. Két dolog véget nem lehet benne gáz, vagy elszivárog, a másik pedig azért, mert esetleg valamiért előtte javították, és a klímagázt le kellett belőle engedni. Uh-huh. Na most mi is, hogyha például javítunk egy autót, és le kell engedni belőle a klímagázt, akkor előtte elviszük a klímáshoz, persze, és felfogadjuk vele a gázt, mert ugye nem olcsó egy feltöltés. Így van. És akkor utána vissza van töltve. Persze. Tehát, hogyha pedig nincs benne gáz, akkor pedig azért nincs, mert javítani kell majd a klímát valamiért, tehát uh-huh, azért, mert esetleg a klímahűtője ellenreszti a nyomást, vagy a klímaszivattyú, tehát ezer dolog lehet. Uh-huh. Úgyhogy a klíma az legyen. Tehát, hogyha egy kereskedésben nézünk egy autót, akkor én azt mondom, hogy akkor azt meg se vegyük. Tehát uh-huh, abban működnie kell a klímának. Persze, hogy ez egy felszereltsége az autónak. Ez olyan, hogy hát nincsen rajta balos tükör. Tehát, tehát ez nem egy felszereltség. Tehát ez egy olyan dolog, hogyha már klímával van szerelve, és úgy is árulják, hogy klímával felszerelt autó, akkor abban működjön a klíma. Így van. Kilométertől mennyire féljünk? Ugye általában tényleg azt mondják, hogy ilyen 120 ezer kilométeresig akarnak a magyar emberek ez a jellemző autót venni, 200 ezer fölött már nem nagyon beszélünk, meg mennyire kell félni a kilométertől? Az az igazság, megmondom, hogy mi hozzászoktunk még alapból annak idején ez a ladás korszakhoz. Tehát nekünk az a 120 ezer kilométer az már nagyon soknak tűnik. Lélektani határa igen, volt, az már nagyon soknak tűnt, mert akkor már ugye a ladákat, meg hát az egyéb keleti autót akkor már generálozni kellett. Uh-huh. A mostani autók azért nem ilyenek. Persze. Van, amelyik típus jóformán addigra járódik be. Tehát hogyha persze természetesen normálisan van kezelve. Uh-huh. Tehát én azt mondom, hogy én a kilométert annyira nem is nézném, hanem azt, hogy hogyan volt szervizelve az autó. Azért mondtam a szervizkönyvet, hogy az egy fél siker, hogyha az megvan. Uh-huh. Mert abban azért látjuk az olajcserét, vezérlést, egyéb javításokat, azért az bele van vezetve, hogyha még külföldről behozott az autó is. És akkor hadd mondjam el az ellenpéldát, amit ugye említettem. Az Fehérváron volt egy kereskedésben az autó, azonban ezt az autót Gyöngyösön nézték ki. Tehát egy gyöngyösiek nézték igen, ki. Igen. És ugye, amit szoktunk emlegetni a rádióban, mátrai barátaink, ők jó kapcsolatban vannak velük, és ezért engem felhívtak, hogy kimennék-e megnézni. Igen. Mert akkor ők onnan nem hozzának szerelőt, kimennék-e megnézni, mert engem megbíznak bennem, hogy megnézném ezt az autót. Mondom, persze, természetesen kimegyek, hát ez nem probléma. És akkor megbeszéltük az időpontot, kimentem a kereskedésbe, a kereskedő odaadta így a kulcsot, odaadta a szervizkönyvet, azt mondja, itt van, menjünk vele egy kört, itt a szervizkönyv az autónak, ő többet ehhez nem visz hozzá, fehérvári kereskedő. Átnéztem az autót, Tövérőhegyre, mentünk vele egy kört, ott volt a szervizkönyvben minden bevezetve, úgy, ahogy kell, és mondtam, hogy ezt az autót meg lehet vásárolni még, csak alkudni sem kell. Na most ezt megvásárolták, ezt az autót, hát eznek most már jó erős éve, de talán már több is, és akárhányszor találkozunk velük, megkapom az infót, hogy az autó az azóta is kifogástalan és teljesen hibátlan. Tehát azért mondom, hogy lehet normális kereskedőkkel találkozni, persze, nem is kell messze menni. Én egyébként, akiknek ezt a másik autót voltam, amely megnézi több száz kilométer, hát több mint száz kilométerre, őnek is mondtam, hogy itt van Fehérváron annyi kereskedés, hogy nem hiszem el, hogy nem találtok egy normális autót. Tehát persze, van annyi autó, hogy ihaj. És hát most itt nézelődnek, úgy tudom, hogy még mindig nem találtak egyébként megfelelőt. De mondom az előző, amit meséltem, hogy ezért mondom, hogy kereskedő és kereskedő között, tehát nem lehet ráhúzni senkire se a vizes lepedőt, mert itt is vannak olyan emberek, hogy nem annyira jók, meg persze, vannak ugye profik. Persze, magánemberekben is ugyanígy van, hogy
tényleg lehet nagyon becsületes, lehet olyan, aki tényleg hihetetlen módon át tud venni, mert olyan kommunikációs érzéke van ezen a területen, hogy tényleg megetett veled bármit. Ugye elmegyünk autót venni, autót vásárolni, mondtad, hogy járjuk körbe az egészet, nézzük meg, hogy mennyire volt törött. Mennyire kell félni attól, hogy az autó törött volt esetlegesen? Attól függ, hogy mennyire volt törött. Tehát most természetesen, amelyiknek már a hossznyúlványát, doblemezt kellett javítani, húzópadon volt, az már sosem lesz nem olyan. Biztos. Tehát az már sosem lesz olyan. Csukódnak be rendesen. Hát nem is az ajtók, hogy nem csukódnak be rendesen, hanem a futóművek. Tehát ugye kényes a mostani autóknál már, tehát a mai autóknál már a futómű az elég kényes dolog. És hogyha az nem rendesen van beállítva, az nem a gyári ponton van, akkor ott már sajnos azzal számolhatunk, hogy hol jobbra fog húzni az autó, vagy balra, vagy nekiáll és a gumiabloncsunkat szépen nekiáll és eszegeti, tehát nem győzzük cserélni a hol a nyárit, hol a téli gumit, mert elkopik. Tehát én azt mondom, hogy ha most egy olyan autót vásárolunk, amin látszik az, hogy mondjuk cseréltek egy sárvédőt, mert valaminek neki koccant, vagy rányították komolyabban a parkolóba az ajtót, vagy ilyen probléma van, ezzel nincsen semmi gond. De amikor már maga a karosszériának olyan felfüggesztési pontjai sérülnek, az már sosem lesz tökéletes. Tehát lehet itt akármilyen lézeres húzópad, én azt mondom, hogy az már sosem lesz olyan, mint a gyárból, ami kijött. Persze, persze. A belsejében, beszéltünk erről némileg, milyen árulkodó jelek vannak, ami mondjuk esetlegesen figyelmeztető jelet arra vonatkozólag, hogy ez azért használtabb autó, mint aminek hirdetik például? Hát a belsőnél ugye a maga a szőnyeg, kárpit, tehát az azért tud árulkodni, hogy mennyit szálltak ki belőle, kibe. Aztán esetleg az ajtókéder, hogy mennyire rúdolták le ugye sarokkal a kibeszállásnál, ugye a balos ajtónál, tehát a vezető felüli oldalon. Aztán a könyöklő az ajtón, akkor az ablakemelő gomb is tud árulkodni, hogy mennyiszer használták, tehát hogy mennyire sok kilométer lehet benne, mert amikor azt mondják, hogy 110 000 kilométer van benne egy autóba, és már a jelen nem látszik az ablakemelő gombon, akkor ott már szerintem akkor ott már pár van, 110 000 igen, ott már van valami probléma. Tehát ezek azért árulkodó jelek. A csomagtartónak a belső része, tehát a kárpitok mennyire vannak tönkretéve, mit szállíthattak vele előtte, mert ez is előfordul. Tetőkárpiton is sok minden, főleg a kombiautóknál fordul ez elő, hogy előtte esetleg egy vállalkozásban volt az autó, és szállítottak vele sok mindent. Csak ugye egy jó kárpit tisztítása azért sok mindent el lehet tüntetni, persze, de azért maradnak sérülések, akkor arra is gyanakodhatunk, hogy akkor ez az autó egy párszor jól meg volt terhelve. Tehát akkor ezeket mindenképpen. Meg amit ugye beszéltünk, a sebességváltónak a gombja, a kormány, a pedáloknak esetlegesen a kopása, így a műszerfalon a kijelzők. Hogyne, hát amúgy ezt mindenképpen érdemes, tehát hogy a másik pedig az, hogy indítsuk el az autót és járassuk, és ne csak 2-3 percig, hanem lehetőleg minimum egy 20 percig járatni kéne az autót, ahhoz, hogy tényleg azt nézzük, hogy mert nagyon sokszor van az, hogy megvásárolják az autót, kijönnek, ugye már megvan, névre van írva az autó, és akkor utána hip-hop, kijönnek a különböző hibajelek, ABS jel, bármi, ami pillanatilag ki van ütve, és akkor utána pár perc után ugye ezek a hibák előjönnek. Azért mondom, egy 20 percig érdemes mindenképpen járatni, meg tényleg egy próbakört tenni az autóval, sebességeket végigkapcsolni, az összes sebességfokozatot, a hátramenet fokozatot, hogy rendben van-e, világítást leellenőrizni, hogy azért azok működnek-e. Mondjuk az a legkisebb probléma még idézőjelbe, mert azért az egy olyan olcsóbb javítási költség, de az sem árt, hogyha működik rajta mindenhol. Most fordítsuk meg a kérdést, hogy van egy autónk, el akarjuk adni, akkor mi az, amit mindenképpen, és tényleg, hogyha nyugodtan szeretnénk aludni, mi az, amit mindenképpen csináltassunk meg az autón, nézessük meg az autót, tényleg, hogy nyugodt lelkiismerettel tudjuk eladni. Na, nagyon jó dologra kérdeztél rám, mert kb. 2 nappal ezelőtt volt egy telefonom, hogy eladtak egy autót, és elvitte az új tulajdonos ugye ehelyettségvizsgára. Igen. És kiderült, hogy az utolsó 2 szám korodált. Tehát nem tudják az ehelyettségvizsgát megcsinálni. Hát ezt... Tehát ez sem túl jó dolog, és ugye ilyenkor jön a probléma, hogy akkor most ilyenkor mi van. És hát én azt tudtam javasolni a volt tulajdonosnak, hogy inkább úgy egyezzen meg akkor az új tulajdonossal, hogy adja vissza a vételárat, papírozzák vissza az egész történetet, szerintem sokkal egyszerűbb, mint hogy bíróságra szaladgálni, meg egyéb dolgok, hatósági dolgok itt befussanak, és akkor szépen menjen el az autófelülethez, közlekedésfelülethez, és akkor be kell mutatni az alvásszámot, hogy ez sajnos korodált, és a közlekedés felületnek van arra felhatalmazása, hogy üt bele egy új számot. Az már egy AFS szám lesz,
de az utána ugyanúgy lehet venni műszaki vizsgára, és akkor természetesen a korodált részeket meg ki kell hegesztetni, tehát ki kell lakatolni. Ez egyébként egy haszongép jármű, és az alvásszáma elég, gyárilag elég rossz helyre van téve. Értem, tehát akkor tudatosodik. Még azt sem zárom ki, hogyha például egy másfél éve volt műszaki vizsgán, akkor még biztos, hogy le tudták fényképezni, csak ugye közben azért az idő vasfoga az dolgozik, főleg ha nincs rendesen lekezelve, akkor ez bizony kár tud okozni, és akkor ilyenkor bukik ki. Tehát azért mondom, hogy ezt mindenképpen érdemes figyelni, ha el akarunk adni egy autót, hogy az alvásszám. A motorszámot azt hagyjuk, mert a motorszám sok autónál olyan helyen van, hogy valójában nem is tudják, nem tudnak még ránézni, még különböző eszközök vannak erre esetleg, amivel a motorszámot ellenőrizni tudják, de az alvásszám az legyen rendben az autónál, mert az a fontos. Ugye ez egy jó példa arra például, hogy ne az eladás előtt kapkodjunk az autónak a rendbetétele, ez folyamatos vállalkozás, azt mindig rendben kell tartani, olajcserét időben, fékek cserét, amit tönkre ment megjavítatni. Egyik az, hogy olcsóbb is jóval, mint ugye egybe megcsináltatni. Kettő, nyilván vannak erre jogszabályok, hogyha esetleg úgy adtuk el az autót, amit mondjuk jónak tituláltunk, jónak állítottunk, vagy előjön valami, akkor nyilván ugye gondolom van ilyen felelősségre volt a bizonyos igen, időn belül. Ebben nem akarok belemászni, mert azért nekem a szakmám autószerelő nem jogász, de azért az biztos, hogy van egy bizonyos garancia ezekre a dolgokra. Tehát például itt van ez az eset is, hogy igen. Mondjuk egy elkorodált alváz száma nem igazán tudunk eladni autót. Tehát azt akkor előtte orvosolni kell, ha tudjuk, hogy ilyen állapotban van az autó, akkor elmegyünk, amit mondtam, a közlekedésfelügyelethez, akkor ott üttetünk bele egy OFS számot, annak lesz akkor egy hivatalos története, ki van lakatolva az autó, és akkor utána elmehet egy időszakos műszaki vizsgára, és akkor egy friss vizsgával el tudjuk adni az autót. A másik, ami fontos dolog eszembe jutott, hogy többször rádióban beszéltük ezt, akár a szervizkönyvbe, akár pedig tényleg egy kockás füzetet vesz az ember, nem tudom, 100 forintért, abba szépen mindig beleíratja a szerelővel, hogy mi az, amit megcsinált, esetleg le is pecsételi neki a szerelő, megőrzi a nyugtát, a bizonylatot, amit vett alkatrészt hozzá, és azt tényleg összegyűjti, akkor tényleg korrekt módon el tudja adni az autót. Hát persze, ez mindenképpen úgy érdemes, én ezt a saját ügyfeleimnek is mondom, hogyha nincsen szervizkönyv, akkor vásároljanak egy 100 forintos spirálfüzetet, és akkor abba is bele tudom én ugyanúgy vezetni, hogy mi lett cserélve az autóba, sőt, adom hozzá az anyagról a számlát, ugyanúgy adom róla a nyugtát. Most már ugye online nem sokára bekapcsolódunk a számlázásba, úgyhogy minden online működik, de hát nálam eddig is a nyugtaadás az ment a pénztárgépbe, akkor én azt csatolom hozzá, és akkor arról megvan a... És nincs az, hogyha például, főleg az elektromos alkatrészeknél szokott olyan probléma lenni, hogy valami hát kibírt például egy holdpontjeladó például kibírt 2 hetet, akkor nincs az, hogy utána vakarózunk, mert nincsen meg az időpont, mikor volt beszerelve, vagy nincs meg róla a nyugta, hanem akkor én ezt csatolom hozzá, akkor ő fogja, elteszi ebbe a könyvbe, és akkor nincs probléma. Így van. Nagyon menjünk a műsor vége felé, hogy esetlegesen, és nyilván több ilyenben nem tudják bizonyítani konkrétan, hogy mikor volt, például veszünk kereskedésbe egy autót, mert nem tudják az előjeletét, mikor volt cserélve ez az amaz. Mi az, amit egy autón, hogyha átnéztük, hogy többé-kevésbé megvettük, mi az, amit mindenképpen lecseréljünk, amikor megvettünk egy kocsit, mik azok? Én azt mondom, hogy abban az esetben, főleg, hogyha nem volt szerelő az átnézésnél, és saját maga vásárolta meg az ügyfél, akkor mindenképpen vigye az autószerelőjéhez, nézesse át az autót, fékeket, futóművet, egyéb alkatrészeket, ezeket akkor meg kell csináltatni, hogyha olyan állapotban van, mert ugye egy udvarban ezt igazából még mi sem tudjuk megállapítani, hogy esetleg egy alsó trapézgömbfej lóg-e, bár ha megyünk vele egy próbakört, azért az kopogni fog, tehát kiszűrhető valamilyen szinten, de mondjuk egy más dologgal foglalkozó ember, laikus, az nem fogja ezt megtalálni. A másik az olajcserét, azt javaslom, sebességváltóban szintén, főleg, hogyha mechanikus váltó, nem automata. Azt hanyagolják azért nem általában az asszokot lenni, igaz? Azt igen, azt mindenképpen javaslom. Azon kívül vezérlés, hogyha nem láncos motorról beszélünk, akkor a vezérlés, hozbordászíjak, tehát ezeknek az ellenőrzése, cseréje, ez mindenképpen javasolt. Tehát ezeket tegyük meg, és akkor nyugodtan tudunk utána igazából autókázni, hogy nyugodtan be tudunk ülni az új használt autónkban. Így van, pontosan. Oké, Tibi, köszönöm szépen neked, hogy elmondtad ezt nekünk. Köszönöm a lehetőséget, viszont látásra. És önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk. Tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.